A Lion Fitnessben vagyunk Debrecenben Kovács Zoltyával, Dotyival, aki nekem az egyik meglepetés volt. Hát először is kezdjük azzal, hogy gondoltad-e, hogy te a Super Bowl-in idén elhozol egy női abszolút bajnoki címet, azaz a szobrot. Abszolút nagy meglepetés volt az, hogy én hozhattam haza a női abszolút díjért járó szobrot. Ugyanakkor felfoghatatlan, de lassanként feldolgoztam, és hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy enyém lehet ez a cím. Lehet talán azt mondani, hogy elég gyorsan jött, mert egy pár éve kezdtél el versenyezni, de a versenyzésen kívül, amivel én egyébként nem voltam képben, hogy te mikor indultál, meg mikor nem, úgyhogy nekem egy kicsit ilyen visszatérő vagy, pedig azt hiszem csak egy év maradt ki, egy csomó más dologban is benne voltál, segítettél versenyekbe, backstage-ben, színpadon, ilyesmi. 2020 őszén indultam először versenyen, majd egy évvel később 2021-ben is versenyeztem, szintén ősszel, így mindkét Super Bowl-in elindultam. Az első évben sikerült felállnom a dobogó harmadik fokára, majd azt következendő évben éppen, hogy lecsúsztam róla, és igen, egy teljes év maradt ki a versenyzésből, ebben az év őszén álltam újra színpadra. Nem volt egyébként tervezett ez a szezon, de amikor beszélgettünk a párommal arról, hogy most kerül megrendezésre az újabb Super Bowl, akkor felcsillant a szemem, és úgy döntöttünk, hogy oké, vágjunk bele ebbe a szezonba is, és úgy gondolom, hogy ez a verseny tette fel az egész szezonra a koronát. Jól mondtad egyébként, már a versenyzésnek, meg az egész versenyzői létnek nagyon sok szféráját bejártam már, kezdve attól, hogy versenyző vagyok, aktív versenyző, pózoktató, tehát a lányoknak segítek abban, hogy a színpadon a legjobb formájukat prezentálják, és a legmagabiztosabban adják elő azt a rengeteg munkának a gyümölcsét, amiért megdolgoztak. Segítettem már a versenyszervezési folyamatokban is, tehát pontosan tudom azt, hogy hogy mi versenyzők éppen a lehető legjobb formánkat hozzuk a színpadon és csillogjunk, ahhoz mennyi háttérmunka szükségeltetik. Valamint dolgoztam már stage marshalként is, ez azt jelenti, hogy a női kategóriákban én kísértem fel a versenyzőket, és én mutattam nekik, hogy hova álljanak. Az is nagyon érdekes volt. Illetve igen, még interjúztattam is, úgyhogy elmondható, hogy nagyon sok részben láttam már ezt a versenyzői világot, és imádom. Lehet, hogy én rosszul tudom, de nekem kívülről ez úgy néz ki, bár remézem a közösségi oldalakat, hogy te ezt szép csendben megcsináltad. Most szerinted ez a folyamatnak a része, hogy mit tudom én, voltál a harmadik, és akkor beértél most az első helyre, vagy pedig tavaly változtattál valamit, ami miatt most annyival jobb lettél? Hát egy óriási nagy változás történt az életemben, mert amikor ez a hosszú egy év kimaradt, akkor ismerkedtem meg a párommal ennek a sportnak köszönhetően, és úgy döntöttünk, hogy rendben van, akkor egy új szerepkörben is, mint a versenyfelkészítő edzőn fogja segíteni az én munkásságomat, és egy teljesen más szemléletmódba kezdtünk bele, kezdve attól, hogy az edzés módszereimet megváltoztattuk, sokkal-sokkal intenzívebbek lettek az edzéseim, sokkal több szuperszettet alkalmaztunk például mind az izomépítő fázisban, mind a szákásító fázisban, és elmondhatom, hogy valójában igen, a folyamatnak a része nem csak a hosszú távú eddigi összesített folyamatnak a része, hanem akár, hogyha ezt a szezont is nézzük, az első versenyemben harmadik lettem, azt követően második, és igen, itt az abszolút választást is sikerült megnyernem, úgyhogy elmondható, hogy valószínűleg tényleg ez egy folyamatnak a csúcsa volt, és mindig kihangsúlyozom, hogy habár ugye ez egy egyéni sport, mégis nem szabad elfelejtkezni azokról, akik ott vannak a sportoló mögött és támogatják, és ugyanolyan nagy intenzitással akarják azt, hogy jó legyen és nyerjen, mert igen, megcsináltam én előtte is a kardiókat, megcsináltam is előtte az edzéseket, pipa. De az a plusz energia, amit hozzá tud tenni egy jó edző, aki ráadásul életednek a társa is, az elképesztő és rengeteget adott. És én valószínűleg egyébként legbelül és hangsúlyozva is mindig ennek tulajdonítom azt, hogy azon a napon én hozhattam haza azt a díjat.
Az élet apró fintor, hogy pont magamat írtam a díjátadónak ebbe a kategóriában, úgyhogy én adtam át neked a díjat. Milyen érzés volt ott állni a második történelemben, a második szuperbowli szobrot megszerezni ennyi ember előtt? Mire gondoltál akkor? Ahogy már mondtam, elsőre felfoghatatlan volt, de ahogy lassan lépkedtem előre a színpad előterébe, ugye egyre világosabbá vált, hogy igen, igen, én nyertem, és láttam a páromnak, az edzőmnek a tekintetét, hogy ez az, hazahoztuk és megcsináltad. Úgyhogy eszméletlen, leírhatatlan. Ezt egyszer minden versenyzőnek át kell élnie, hogy az ő nevét mondják ki utoljára.